Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy általános szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Először megnézzük az ő gondolatait és terveit, ami középen van, itt felül és alul. Az alsó kártyán láthatóak a kelyhek, és ez jelenti az érzelmeket. Ez a kártya utal a múltra, gyakran a gyermekkorára. Vannak itt gyermekkori emlékek nála. Ezek lehetnek szép emlékek, vagy kevésbé szép, de benne van ebben a transformációban, hogy lezárja a múltat, és csak olyan emlékeket őriz meg, ami kellemes számára. Ez jelenti itt a változásokat, ezt az újjászületést, hiszen most megváltozik a gondolata, megváltoznak a tervei, megváltozik a hozzáállása. Közben meg kell említenem, hogy itt Mallorca szigetén nagyon-nagyon szeles idő van, és ez a háttérben hallható. Ezt nem tudom megváltoztatni, de azért remélem, hogy nem zavarja a felvételt. És most megnézzük az ő érzelmeit, ami itt bal oldalon látható. Ez a kép utal a múltjára. Ez a kép jelenti a könnyek mezejét. Olyan emlékeket a múltból, ami megbántotta őt, ami szomorúvá teszi őt. Most benne van ebben a helyzetben, ebben a megújulásban, hogy lezárja a könnyek mezejét. De azért még egy kehely ott van a kezében, tehát valamit még azért fogva tart, mert ez volt az egyetlen, ami kellemes számára. De lesz jövő, hiszen itt látható, hogy tervez valamit, de azért még kicsit bizonytalan, hogy tudná ezt megvalósítani. Itt vannak álmok, meg elképzelések, de ha nincs meg nála a bizalom, és úgy gondolja, hogy ebből úgysem lesz semmi, akkor ez a kártya csalódásokhoz vezethet, ugyanúgy, mint ez a kép, itt a könnyek mezeje a múltból. Mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Érdekes, hogy mind három kártyán az érmék jelennek meg. Ez jelentheti az anyagi helyzetet, ez jelentheti a munkahelyet, vagy a belső értékeket. Ez lehet az ő helyzete, de lehet a tiéd is, hogy vagy ő, vagy te, vagy mindketten nagyon jól dolgoztok, szorgalmasak vagytok. Itt mások kíváncsiak, úgy figyelgetnek téged, vagy őt, de nem dicsérnek, nem kapod meg az elismerést, vagy keveset fizetnek. Elégedetlen vagy a munkahelyeden, de ő is. Itt még kicsit vaciláltok, tegyem vagy ne tegyem, holott ez a kép jelenthet két lehetőséget, ami közül választani lehet. Itt is megjelenik az arany érem. Egy részt jelenti azt, hogy vetkezed be a dolgokat, légy magabiztos, tudd azt, hogy értékes vagy, és elvárd azt, hogy mások értékeljenek téged. Ez lehet egy ajánlat, egy anyagi segítség, vagy egy munkahelyi ajánlat is. Ami a párkapcsolatot illeti, itt is lesznek döntések, nála is megvannak az elvárások, nálad is, hiszen te is szeretnéd azt, hogy ő értékeljen téged. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt megvan a remény, hogy legyen egy új kezdet. Az is lehet, hogy tervez veled egy utazást. Itt
vannak szép emlékek a múltból. Ami szomorúvá tette, azt most lezárja, és csak arra gondol, ami kellemes volt a múltban számára. Itt a virág jelenti akkor a tiszta gondolatokat, vagy bizonyos dolgokat ő tisztázni szeretne. Vagy tisztítja a saját gondolatait. Itt lesz csevegés, az is előfordulhat itt a két képnél, hogy nála vannak elképzelések, és elmondja valaki másnak. Az lehet, hogy ez a személy akkor segít neki, és biztatja őt, de fordítva is lehet, hogy más valaki azt mondja neki, ne álmodozz ennyit, hiszen tudod jól, ebből úgysem lesz semmi. Ha te egy hölgy vagy, te jelensz itt meg, és veled együtt tervez valamit. Közeledni fog, kicsit még bizonytalan, nem tudja, hogy reagálsz, de lesz közeledés. Itt a könnyek mezeiről van szó. Kezébe veszi a dolgokat, lesz egy új irány, és a kassa azt jelenti, hogy elvágja szimbolikusan a múltját, lezárja ezeket a kapcsolatokat vagy emlékeket. Mindazt, ami kellemetlen volt a múltban, vagy megbántotta őt. Itt lesz egy ajánlat, de valami még átláthatatlan, hiszen vacilálsz, még nem tudod, hogy elfogad-e, igen vagy sem. Itt ez a helyzet, hogy jól dolgozol, és mások ezt tudják, te is érzed, hogy mások ennek tudatában vannak, de senki nem dicsér téged, meg nagyon keveset fizetnek, emiatt vannak itt még korlátozások. Amit a felhő még jelenthet, az idő, mégpedig fél év, hogy fél éven belül kapsz egy jó ajánlatot. Tegnap itt ezen a helyen elfelejtettem a kártyát kivetni, későn vettem észre, akkor már a videó megjelent, de most odafigyeltem rá. Tehát itt lesznek döntések, kicsit vaciláltok még, de a csillagok azért szerencsét hoznak, vagy azt is jelenthetik, hogy a te hivatásod az egy spirituális terület. Az ő jelenlegi helyzete, a gólyák jelentik a változásokat, vagy megváltozik a hozzáállása, vagy nagyobb a bizalom, nyitottabb érzelmekről beszélni, vagy lesz egy munkahelyi változás, vagy egy költözködés. A te jelenlegi helyzeted. Itt megvan a hűség, megvannak a barátságok. Amit a kutya még jelenthet, persze egy kutyát, de utalhat más házi állatra is, ami kisebb, mint például egy cicára, vagy egy nyuszira, a nagyobb házi állatokat nem szimbolizálja. És ez volt a felvétel. Megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. Ennek a díja 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!